Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Irodónk után magazinműsorunkat láthatják. 31. alkalommal rendezték meg a Verespálné röplabda kupát az Ajkai Szakképzőiskola Bercsényi Miklós intézményegységében. Mai magazinunkban elsőként erről számolom be Önöknek. Harmincegyedik alkalommal rendezitek meg a Verespálné röplabda tornát. Kik voltak a mai vendégek? 8 csapat érkezett Ajkára idén hozzánk. A Dunántúl legjobb csapatai jöttek. Kaposvárról 2 csapat, Szombathely csapata, Veszprémből 1 csapat jött, és Besenyszög csapata itt van, Pankasz csapata, tehát a régi mezőny itt van. A régi mezőny mellett új nevet is hallottam. Igen, Besenyszög csapata, 2 éve van náluk röplabda, rendkívül jól röplabdáznak, nagyon erős az anyagi támogatottságuk, és hogyha van pénz, akkor lehet csapatot építeni könnyedén. Az első mérkőzést, ahogy láttuk, pont ővelük mérkőztetek meg, és ha jól érzem, akkor belekiabáltad a csapatot a győzelembe. Hát igen, nehéz mérkőzés volt. Nagyon jó csapat, és emiatt muszáj volt a lányokat egy kicsit lelkesíteni, más eszköz pedig nem nagyon van. Ilyenkor már a mérkőzés előtt az ember kezében csak a kiabálás. De örülök neki, hogy sikerült győznünk. Beszéljünk egy kicsit a hazai csapatról. Mi a helyzet a röplabda sulinak a házatáján? Hát egyre nehezebb a röplabdások élete, nagyon kevés az anyagi támogatásunk. Évek óta szeretnénk már egy olyan szponzort találni, aki tudja finanszírozni a mérkőzéseinket. Egy kicsit már lerongyolottunk, ruhák is kellenének, új labda, és nagyon nagy hiányosság az, hogy nem tudunk egy olyan csarnokban edzeni, ahol mind a 3 pályát fel lehetne állítani, és együtt tudna dolgozni a több korosztály. Ez nekem régi álmom, hogy a 3 korosztály együtt dolgozzon, hogy a kicsik lássák a nagyobbakat, legyen motiváció, legyen, lássák, hogy a szülők, hogy hová lehet eljutni, hogyha rendszeresen, rendesen járnak edzésre. Nagyon nagy problémánk az, hogy egyre kisebb a kitartás a gyerekekben, eljönnek, megkóstolják a röplabdát, aztán kicsit tovább állnak. Úgy látszik, hogy támogató szülők nélkül, akik igenis azt mondják a gyermekeknek, hogy ha elkezdted, akkor legalább egy évet végig kell csinálni, nem megy ez a sport. Nagyon nagy szükségünk van a szülők támogatására is. Hogy gondolod, hogyha egy nagy csapat újra működne Ajkán, ez húzná a gyerekeket abba az irányba, hogy járjanak ők is? Biztos vagyok benne, hogy húzná. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy motiváció lenne a kisgyerekeknek az, hogyha felnőtteket látnák küzdeni. De hát van nagy csapat, tulajdonképpen vannak felnőtt játékosok hobbi szinten. Az MB-s nevezéseket sajnos a Röpi Suli Support Egyesület nem tudja kifizetni. Dolgozunk mi, vannak felnőttek, a Dunántúli Amatőr Bajnokságban játszunk, szintén olyan csapatok ellen, akik szűkösebb anyagi körülmények között vannak, de nem gyengék, tehát jó mezőnyben játszunk, csak hát azokat a díjakat, amelyeket a Magyar Röplabda Szövetség kér, ezt nem tudjuk kifizetni. Ja, igen, természetesen az MB-s indulásra gondoltam. Hogy látod, ha a város egy kicsit mögé állna, meg lehetne oldani ennek a technikai és anyagi feltételeit? Ha város mögénk állna, igen. De elsősorban az kellene, hogy legyen terem, olyan terem, ahol rendesen föl tudjuk állítani a centerpályát és az edzőpályákat, felszerelés kell, és hogyha ez megvan, akkor biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan röplabdások, akik vissza fognak jönni, és nem fordulnak el a röplabdától. Kik segítenek a munkádban? Hát a testnevelő kollégák segítenek, és a régi kollégáim, Varga Péter és Magvas Renáta edzők, akikre minden nap számíthatok, ők a korosztályos csoportok edzői. Varga Péter most a nagyobb korosztállyal dolgozik, a középiskolásokkal, Renáta általános iskolásokkal, és én pedig a teljesen kezdőkkel foglalkozom idén. Térjünk vissza egy kicsit erre a mai napra. Rendhagyó módon kezdtétek ezt a mai röplabda tornát.
Igen. Fájó szívvel búcsúztunk egy kedves kollégánktól, aki évek óta szállította a csapatot. Sikos Zoltán volt a buszsofőrünk, lelkesen minden évben számíthattunk rá, ha rendkívül gyorsan kellett mérkőzésre menni, ő mindig jött velünk, sosem mondta azt, hogy most nem ér rá, vagy más dolga van, mindig számíthattunk a megbízhatóságára, a türelmére, és nem utolsó sorban ott szurkolt a csapat mellett, együtt örült velünk, és bizony néha együtt bosszankodott is, hogyha nem úgy jöttek be a pontok, ahogy mi szerettük volna. Ezúton is köszönöm Sikos Zoltánnak a munkáját, és jó egészséget, nyugodt, nyugdíjas éveket kívánok neki. A mai mérkőzéseken, itt az elején már ugye az első mérkőzésről beszéltünk, hogy látod, kik a legerősebbek a mai mezőnyben? Hát ahogy látom, Kaposvár, Röplabda Akadémia, nem hiába Röplabda Akadémia a neve, hiszen egy komoly sportiskola áll mögötte. Ők visszahozták idén a Vándorserdegünket, tavaly már ők nyerték meg a kupát. Két csapattal jöttek, valószínű, hogy ők lesznek a mezőny legjobbja idén. A 31. Verespálné leány röplabda kupa győztese végül a sümegi Ramaszetter iskola csapata lett. A második helyen a Szombathelyi Röplabda Sport Egyesület, a harmadikon a Kaposvári Röplabda Akadémia egyes csapata végzett.